Kedves, szeretett gyerekek, hát ugye a mai olvasmány ítélkezésről szól. Hát azt gondolom, nem kell messze menni, hogyha az ember, hogy mondjam, arra vágyik, hogy valahogy elítéljék őt. Elég megkérdezni a barátát, szomszédot. Emlékszem egyszer még az elején a Szent Ferenc Alapítványnál mondtam, hogy na mindenki írja le a véleményét rólam név nélkül. Utána bezárkoztam egy hétre a szobába, és nem mertem kijönni, hogy én úgy elcsodálkoztak, hogy tényleg engem ilyen rossznak látnak az emberek? Ennyi baj van velem? Na, aztán valahogy lenyeltem a békát, és akkor elkezdtem dolgozni rajta, hogy ne legyek olyan, amilyennek láttak. Igen. Tehát vannak olyan ítélkezések, amik jót tesznek az embernek. Már a jó barátod szemedbe megmondja a véleményét, hát az javadra válik, nem? Lehet, hogy fáj egy kicsit, lehet, hogy rosszul esik, de én azt gondolom, önmagába véve az, hogy tükröt tartanak elénk, na az nem olyan nagy baj. Ellenben van egy csomó olyan, na, a mai világban, hogy elharapózott olyan, egyesek igaznak érzik magukat, és mindent kit, és mindent elítélnek. Tehát ugye, például most Amerikában látjátok, hogy hát, hogy mondjam, nem csak feketék, de fehérek is kimennek, és azt mondják, hogy az a tábornok, aki írta az amerikai himnuszt, az nem tudom, mit csinál gyerekkorában, leborítsák a szobrát. Tehát nem csak élők, hanem a halottak felett is ítélkeznek. És hát persze, hogy mondjam, valakit a bőrszíne alapján megvernek. Valakit meg is öltek. Ez ugyanolyan szörnyű és szomorú dolog, mint a, ugye a fasizmusnak azt mondják, a nagy bűne az volt, hogy valakit nemzetisége, ő zsidó volt, vagy szláv volt, az alacsony rendű életforma, azt ki kell írtani. És az ember mostani eszetekkel én sem tudom elképzelni, hát most azt mondom, valaki ezt a macskát egy kővel megdobná, hát biztos nagy cirkuszt csinálnánk, nem? Hát nem lehet egy állatot kínozni. És képzeljétek el, hogy volt olyan időszak, én Kolozsváron születtem, amikor ezt először elolvastam, nem jött, hogy higgyen. Például összeszedték a zsidókat, és ilyen hideg idő volt, és kivitték egy téglagyárhoz, ahol igazából csak fedő volt, mint ennyi, még ennyi se. És ott aludtak, nem tudom hány hétig, utána berakták egy vagomba asszont, gyereket, férfit, ahogy mindenkit. És elvitték koncentrációs táborba, és nem jöttek haza élve. Ugyanolyan emberek, mint amilyenek ti vagytok, ugyanolyan embereket, mint amilyenek ti vagytok. Csak azért, mert neki más a származása. Most ugye Amerikában más a színe. És csak azért, mert ő fehér, vagy nem tudom miféle, jobban fésült, azért nekiállnak, megverik, vagy azt mondják, na itt van a cipő, és csókold meg, ha tovább akarsz menni. Voltak olyan időszakok, ugye ma délután Betlen Anikó Ágnes asszonynak van a temetése. Betlen Ágnes asszony, ő Betlehem, nemesi származású volt. Hárman voltak testvérek, az édesapja egy áldott jó ember volt, és bizony elvitték őt a Duna csatornába, ott dolgozni, és a lányai nem mehettek se iskola, egyetemre, se semmi, és hát hogy mondjam, hiába főnemesi sarjak voltak, nagyon nem, mindenüket elvették, egy pár nap alatt ki kellett költözni, Keresdi kastélyból, de mindenhonnan. És akkor valahol itt ott meghúzták magukat, valamilyen iskolát elvégeztek, egy egészségügyi vagy valamilyen iskolát, és hát egy életen keresztül meg voltak bélyegezve azért, mert őket Betlehemnek hívták. Végtelenül szomorú, szégyen, hogy valakit bőrszíne szerint, valakit nemzetisége szerint, vagy társadalmi osztálya szerint. És akkor nem úgy volt, hogy volt kivétel, nem kérdezte meg senki, hogy te mit csináltál mostanig, hogy éltél, hanem egyszer ítélkeztek.
Aztán volt ugye, hát, például az embernek nem megáll az esze, 100 éves háborút folytattak a katolikusok a reformátusokkal. Rendesen, fegyverrel, átgondoltan, hadjáratokkal, városaikat bevették a másiknak, s visszatámadtak, s ölték egymást. A gonosz léleknek nincs keze. Ő nem tud minket megütni. De szeretné elhinni, hogy a te barátnőd a te legnagyobb ellenséged. És ha elég buta vagy, akkor el is hiszed neki. És akkor nekiállsz. És akkor hát persze csinálsz neki rosszat, ő is csinál neked rosszat, és elindultok egy ilyen spirálba lefelé. És csak egyszer elgondolkozol, hogy hogy tudtam én ilyen gonoszságokat elkövetni. De ez azért nagyon fontos, mert férfeleség, szerelem, hány szó volt, hogy megesküd, ott ültek a templomba, egymás ujját tördelték le, nem tudom, alig tudták hosszan várni ezt a szertartást, hogy ne csókolózzanak. És akkor eltelik egy-két év, és leülök velük a gyóntatószékbe, és olyanokat mondanak a másikról, hogy az embernek a haja égnek áll. És én mind a kettőt jó embernek tartok, mind a kettő nagyszerű ember. Déván volt olyan, hogy két fiatal, 8. koruktól együtt jártak, katolikus, magyar fiatalok. Elmentek mind a ketten pszichológiát tanulni Bukarestbe, összeházasodtak. Kihelyezték a Déván egyiket egyik iskolába, másikat másik iskola pszichológusnak. Olyan cirkuszt csináltak, végül elváltak, én mind a kettővel leültem, mondom, te értelmes emberek vagytok, tetszett, tehát együtt jártatok 8 évig, mielőtt elvette feleségül, de nem tudta róla azt. Igen, tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy ne ítélkezzünk, ezért nagyon fontos, hogy Isten egy parancsot adott, szeressük. És akkor lehet annak az illetőnek akármilyen színe, lehet, hogy koldus, lehet, hogy főnemes, bármi. Nekünk egy parancsot adott az Isten, hogy szeressük őket. Cigányokat, románokat. Ezt a térséget, Kárpát-medencét együtt tündérkerté fogjuk tudni tenni. De hogyha állandóan a másikra mutatunk, hogy de te így, de te úgy, akkor pokolá tesszük az életünket. Ugye, akkor rámutatok, hogy ő a hibás. Hát egy olyan tényleg rámutat, de a másik három ki nem mutat? Ki a hibás? Hát legalább háromszor annyira én vagyok a hibás, mint a másik, akit vádolok, nem? Ez nagyon jól kifejezi. De most az lenne jó, hogy egy új sem mutasson rám, nem? Én nem? Ez az Anikó néni, Ágnes asszony, bocsánat, nagyon-nagyon szeretem. Én őszinte legyek, én egy hozzá hasonló, művelt, nyugodt, higgadt, bölcs asszonyt keveset láttam. Nem háborgott, múlt miatt sem, nem voltak illúziói, nyugodtan, higgadtan. És akkor visszakapták a Keresdi kastélyt, és leültek, és megnézték, hogy idősek, az unokák kicsik, még nem tudom miféle, és megkeresték a Szent Ferenc alapítványt, hogy 50 évre nem vállaljuk át, Keresdi kastélyt rendbe rakjuk. Én az elején azt mondtam, hogy túl nagy falat, kicsi vagyok, gyerekek vannak nálunk, nem mérnökök, meg na, pénzügyi szakemberek, meg bankárok, hanem árva gyerekek, hát na, miből, meg hogy, meg mind. De végül ő, gondolom, többfelé is elment, többfelé is érdeklődött, aztán végül átvállaltuk. És mostan szépen javítgatják. Hát ugye ott a minden javítás 1500-as évekből, tehát van olyan része, melyik talán Árpád-kori lakótorony, meg ilyesmi, tehát nagyon érdekes, szép épület. Ha van időtök, az interneten rákerestek, keresd rá a Betlen kúria, és akkor ott meg lehet nézni. Na és hát ugye úgy van, hogy például Tündike itt volt nálatok, most ott van, úgyhogy, hogy mondjam,
meg lehet nyáron látogatni, tehát én kell nyafogni István bácsinál, van autós, minden, üljünk be, és mindig itt látogassuk meg, hogy lássuk, hogy van. Úgyhogy, de van is egy olyan kép, hogy Tündike beütött korabeli ruhákba, és ottan trillázik egy kicsit, énekel, nagyon aranyos. Igen. Tehát, hogy ítélkezés. Jézus nagyon világosan elmondta, ne ítélj, hogy ne ítéltes. Ma evangéliumban azt mondja, hogy ne más szeméből szed ki a szálkát, magadéból a gerendát. Na azt igen. És akkor jobb világ lesz. Én nagyon-nagyon fontosnak látom azt a munkát, amit a kedves nevelőnők csinálnak. Hál' Istennek ide bejöhettek a napközis nevelők is itt három székről. Mit csinálunk? Hát azt, hogy a faluból, abból a térségben, ahol élünk, meglátogatjuk a bajba lévő családokat. Minden nap, nyári vakációba is, két-három családhoz el kell menni. Az is, aki nem jár hozzánk gyerek, az is, aki hozzánk jön. Na, hogy vannak? Na, aztán egy kicsi cukorkát a gyerekeknek. Hogy vészelték át ezt a koronavírusos időt? Nekünk kell áthidaljuk a társadalmi különbségeket, nekünk kell leereszkedjünk, vagy felemelkedjünk, hozzuk, segítsük. Fontos, hogy füzetet is vigyünk magunkkal, és leírjuk, hogy milyen gondok, milyen problémák vannak. Hát vannak olyan gondok, ami meghalad minket. De most régen, Remetén voltam nemrég, és ottan például az egyik napközis család, ott volt egy tizenvalamennyi gyerek. És szóltak, hogy hát igazából már nagyocskák kezdtek lenni a lányok, fiúk, nem tudom. Hát ott egy mosdótálban megmosakodnak a egyetlen szobájuk van, hát ez nem jó. Hogy mondjam, hát mégis a kislányoknak egy kis intimitás kell, egy fürdőszoba. Milyen jó lenne, tápol, tiszta legyen, hát ő is kimegy. Akkor, hogyha jól érzi magát a bőrébe, hát akkor sokkal jobban tud viselkedni. Na és érdeklődtünk. Istennek hála, kaptunk egy támogatót. Nem kerül olyan sokba a mai világban egy fürdőszoba. És a házukhoz hozatódtunk. Szépen. Alappal, becseából, tényleg, fajánca, úgy, ahogy kell, fürdőszobát. Tehát most a háznak ez a legszebb része, ez a fürdőszoba, tehát az egész ház nem ér annyit, mint ez a fürdőszoba, de olyan jó látni, és mondta a nevelőnő is, hogy azóta nincs szaguk a gyerekeknek. Tisztábbak, kedvesebbek, mosolygósabbak. Igen, tehát végül is ez is a mi munkánkba ezerrel belefér. De lehet, hogy nem tudunk mi fürdőszobát vinni mindenhova. De most itt egy pár száz lejé egy szottyantos kinti mellékhelyiséget, például azt meg tudjuk oldani, nem? Tehát valamit. Mert hogyha én kapok valakitől valamit, akkor általában a szívembe a hála, az öröm felszínre jön. Volt egy nagy püspök, Prohászka, úgy hívták. És ő 1920-as években kezdtem mondani, hogyha a magyar társadalom, a szegények, az egyszerű emberek mellé nem áll oda, a tanulatlan, alulképzett emberekhez, akkor nagy baj lesz. Leírta 1930, nem, 20-valamennyibe, hogy össze fognak szedni bennünket, marhavagonokba raknak, és odavisztek, ahol akarnak. És az akkori magyar társadalom azt mondta, hogy Prohászka kommunista, vörös püspök. És Szentszék az ő könyveit indexre rakta. Tehát nem az volt, hogy igazad van, azt mondta, hogy az egyházi birtokoknak egy negyedét odaadjuk a szegényeknek, szétosszuk a földeket, dolgozzák meg minden, akkor megmarad a legalább fele. Nem tudták meglépni. Történelmi igazság. Tehát nem én találom ki ezt. És mi történt? Hát ugye
összes egyházbirtokot államosították, nagyon sok papot elvittek a börtönbe, bezártak, és rengeteg szenvedés lett belőle. És nem csak az egyház, hát voltak olyan gazdag emberek itt Erdélyben is, akiknek több száz hektár földjük volt. És az az enyém. És nem tudták megosztani azt, amiük van, szeretettel azzal, akinek nincs. Most az az ember, aki szegénységbe él, alulképzett, nincs munkahelye, nem tudom, hogy mondjam, frusztrált, feszült, ideges. És olyan, mint a száraz erdő, hogy egy szál gyufát odadobsz, és lángba borul. Én azt gondolom, hogy Betlen Ágnes asszony nem volt hibás. Ő egész biztos, hogy szent asszony volt, reformátusok nem szokták szenté avatni híveiket, de én azt gondolom, én ahányszor találkoztam, engem mindig meglepett az a bölcsesség és az az alázat, ami ebből a nőből áll. És mégis mennyit szenvedett. Tehát ha azt szeretnénk, hogy a gyerekeitek ne szenvedjenek, hogy legyen, aki Eszternekem, Kovásztán vagy máshol nyugdíjadot összeadja, akkor igenis ennél szebb és ennél fontosabb dolgot nem tudunk csinálni. Elmenni a szegényekhez. És nincs kivétel. Mindenkihez el kell menni. Ez a mi dolgunk, ez a mi kötelességünk, ez amit Isten úgy ránk bízott. Most ugye beszélgetés közben, ugye ez Eszternéki napközi a legrégebbi, és olyan jó volt hallani, elmesélte, hogy a legelső gyerek, akit befogadtatok, cigány kislány, hogy hívták? Irénke. Irénke. Én, na tényleg felnőtt szépen, és van két szép gyereke, és mikor valami gond van, baj van, jön segíteni, takarítani, pityókát ültetni, és kisebbekre tud vigyázni. Igen. Most, hogyha ezt az Irénkét akkor nem fogadtuk volna be, hát akkor az utcán valahol hányódott volna, talán 13-14 éves korában valaki felcsinálta volna, és ki tudja, hol lenne, és mit csinálna most, nem? Tehát én azt hiszem, hogy nem elítélnünk kell a szegényeket, hanem segítenünk kell, hogy talpra álljanak. És azt gondolom, a Szent Ferenc Alapítványnak a projektjei, hál' Istennek, pont erről szólnak. Ugye, olyan jó látni azt, hogy mind több olyan gyerek, akit nálunk végzett, tőlünk kikerült, és felelős állásban vannak. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha valaki, Noémi egész biztos ismerte Dodót, Gusztit, Palit, és azt mondtad volna neki, hogy 10 év múlva házvezető lesz olyan, akire felnéznek. Én azt gondolom, se te, se én egyikünk se hitte volna el, nem? Akkor a trógerek voltak, meg nem tudom mi fel, de gyerekek voltak, nem trógerek. De hát, hogy mondjam, és most leülök, és gyerekek sorsairól, ház gondjairól, itt felnőttel tudok beszélni. Örömmel, és én nyugodt vagyok itt, mert tudom, hogy ottan Gyergyóban, a Torockon, vagy Petrozsémben, tudom én, hogy mondjam, békesség van. Most ugye Nagy Szalontán a házvezető felmondott, van egy Krisztián nevű fiatal ember, nálunk végzett, egész kiskorától Szalontán végzett, aztán elment vásárhelyre ő, hát ilyen kedves nővér lett, ilyen gyógypedagógiát tanult, tehát ilyen asszisztens képzője 3 éves, aztán utána elment ő is külföldre, mint mindenki, hát itt is, Angliában is, máshol is dolgozott, van egy ügyes menyasszonya, nem tudom miféle, és megpályázta az állást. Én örömmel meg is osztottam a kollégáim között, mert nem csak az irodisták között, hogy azt írta Csaba testvér, ha rám bíz azt a házat, többet gondja nem lesz rá. Én kézbe veszem a gyerekeket, a hatóságot,
Hát mondtam, hogy ott is van ilyen, mint itt a Marika, hogy valaki elintézi a papírokat, meg minden, azt mondja, nem, hogy szeretné kézbe venni és csinálni. És olyan jó látni ezt. Igen. Tehát rajtunk múlik, hogy 10 év múlva, 20 év múlva egy forradalom itt mindent összeborogat, vagy egy kis mennyországot csinálunk. Rajtunk múlik. Merjünk kimenni a szegényekhez. Merjük megszólítani. Merjük, nem is a mi gyerekünk, nem jár hozzánk. Na, egy kis ünnepséget szervezünk. Mit tudom én, polgármester úr, nem akarod, hogy gyere te is el, még hozzá egy láda gyümölcsöt, valamit hasonlót, egy kis játékot. És akkor a legszegényebbeket, akik senkinek nem kellene, kelljenek nekünk. Én annak idején, és ezt Noémiék tudják igazolni, minden nyáron úgy volt, hogy a, itt is van most 5 érettségiző nagylányunk, fiunk, én mindig elvittem őket ide-oda. Emlékszem egyik évben, akkor volt először végzős diák nálunk, hát beültem, voltak a 10-20, elég sokan voltak a nagy buszban, és elvittem ki a csincsis, nem, ott egy homokbányának a tovához, na mondtam, maradjatok itt, aztán nekem rosszat ne csináljatok, és addig én elmentem, mert én voltam a sofőr is, ki a Nyomornegyedben, ezt minden nyáron megcsináltuk. Gyerekek, ki nem járt még iskolába közületek? Hunyadon, hát az ablakon folyt ki, annyi gyerek lett benne, aztán mindig meg kell számolni, hányat viszel el, annyit legalább hozzá-vissza. Na, és akkor hát volt egy 20-valamennyi gyerek, na, hozzatok fürdőruhát? Milyen fürdőruhát? Kicsi gyerekek, nem tudom miféle. Na jó van, megérkeztünk, ahogy is sírják hoz. Na mondom, ott vannak azok a nagyfiúk, nagylányok, menjetek oda, ott van a víz, megyünk fürödni. Én vittem vagy 4 zsák ilyen ruhát, ilyen gyerekruhát, nem tudom. Én is átöltöztem fürdőruhába, nem tudom miféle. És hát a zsákokkal, amire odaértem a tóhoz, már mindenki benne volt a vízben. Falán leültem, és néztem. Nagyra nőtt gyerekeinket. Tudjátok, én volt olyan év, amikor volt 300 gyerek nyáron, és olyan jó dolga van egy papnak, aki gyerek, ez most a reklám helye, hogy szinte minden délután valakit elvittem fürödni. Mert nem erős mertem másra bízni, tavakba, meg nem tudom, meg szerettem is fürödni, és akkor na gyerekek, menjünk. És akkor kimentünk a tóra, fürödni. És akkor annak idején, amikor ezeket a nagy kajlákat befogadta, hát így, ugye, mit jelent a fürdés? Na hát, legtöbb ilyen Nyomornegyedből nem járnak a strandra a gyerekek, na de ilyenkor jól beviszi az ember, és hogy ne ragadjon, visz az ember egy liter sampont, jól bedubicskolja a gyereket körbe, minden itt haját, fülit, minden, csak akkor persze, hogy én addig is szerettem mindig dobálni a gyerekeket, és akkor szappanyos, és akkor persze csinált egy kicsúszott a kezemből, és akkor buborékolt, és akkor nem tudom, hogy sikoltozás, minden is. Hát azok a kis mafla cseleket, ha látom, hogy én ülök ott a fa alatt, az én nagylányaim ugyanúgy fürdetik a kicsiket, mint ahogy annak idején én is megfürdettem az őköt. Úgy éreztem, hogy hoppa, megy a szekér nélkülem is. Nagytata lettem. Én most is elérzékenyülök, olyan szép érzés, öröm volt. És azt szeretném, hogy ez az öröm legyen a tiétek is. Hogy lássátok, hogy ezt a gyereket honnan szedted össze, és milyen szépen fejlődik, kibontakozik, növekedik. Szóval Vajda Hunyadra hívtak, hogy meghaltott, gyereket hozzak el. Hát kiderült, hogy 16 évesen egy cigánylány szült egy gyereket, de ha elment, hát utcanő volt, nem tudom miféle. Nagymamája egyedül volt, és azt mondja, nem látok, nem hallok, ilyen ráfekszek, meghal a gyerek, vigye el magával. De hol a gyerek? Hát azt mondja, mindjárt rajta ül. Volt egy ilyen lábtörlő szerűség, egy ilyen, valahol kiroktörtek egy ilyen rongyot,
ilyen szőnyegdarabot, és abba volt belecsavarva. Emlékszem, kibontottam, Zsóka nevelő néni volt velem, és az tetőtől talpig kakás volt az a gyerek. Hát ugye szegényke ott, hogy mozgott abba a duszba, hát, hogy mondjam. Mondom Zsókának, te most miért fogjam meg, hogy ne legyen az én kezem is olyan materiás? Aztán fogjam a fülit, hát mondom neki, hogy a fülitől fogom emelni fel a gyereket. És kezembe vette, és így felemelte, és így mosolygott, és fejét ejtette. Pár napos volt az a gyerek. Emlékszem, hogy olyan, szinte most is érzem, hogy az a hideg, és mégis meleg, az a vibráló, pie, puha gyerektest, vagy ottan, persze jó kellett fogni, kigye csúszol a kezemből, mert, na, hogy mondjam, nem tudom, és én arra gondoltam, hogy ezt nem hiszem sem, mert ez meghal, még a kórházig se tudom elvinni. De láttam azt, hogy ott biztos, hogy meghal. És akkor elvittük a kórházba szépen, persze ott kicsit felhízlalták, meg nem tudom miféle, és aztán ott a nevelők szépen nevelték, meg minden, azt hiszem pont Zsóka fogadta be, nem tudom. És emlékszem, hogy elteltek az évek, és egy mise volt. És ugyanúgy, mint ahogy te most felolvastad a Szent Leckét, ültem a padba, és ugye szerre járt akkoriban, hogy minden gyerek jusson szerepléshez, meg hogy kicsit gyakorolja is. Hát ő olvasta fel ezt a Szent Leckét. A harmadikos volt, vagy valami ilyesmi, nem érte fel, és lábújhelyre állt, és olvasta a Szent Leckét. Ültem a papi székbe, és potyogtak a könnyeim. Igen, én nem tudom, persze megnőtt, kirepült, nem tudom merre van az élete, hogy alakult, de egy dolog biztos, mi kinyitottunk előtte egy ajtót. Lehetőséget adtunk arra, hogy növekedjen, kibontakozzon. És aztán a talentumait ő most hogy kapatoztatja, hogy nem, értetek se tudok én tűzbe tenni a kezemet, hogy jó nevelést kaptatok. Sok mindent megtanultatok, sok jót láttatok, de a szabad akaratotok az a tiétek. Ti döntötök, hogy most ezzel érettségi után akkor elmegy főiskolára, vagy éppen jelentkezek nevelőnéninek, vagy hogy elmegy pincérnek, vagy Angliába, nem tudom, McDonald'sba dolgozni. Persze én drukkolok, mindig azt mondjuk, hogy házi kenyér az jó kenyér, tehát sokfelé van szükség nevelőnőkre, nevelőbácsikra, úgyhogy ez is egy opció. Tehát, hogy ne ítéljük el a világot, ne azt mondjuk, hogy milyen mocskos, milyen szegény. Az első gyereket, amikor befogadtuk az utcáról, Malvinának hívták, és felvittem az emeletre, és ugye Verát ismeritek, nagyon szabad szájú volt, azt mondja, milyen büdös ez a gyerek. Hát mondom, ne szagolgass, hanem menj, fürdesd meg. Na és, hát hogy is hívják? Hát egy ilyen rokolyás, egy ilyen varkócsos, hát régen, és már cigányok is kiurizálódtak, de akkor nagyon látszott rajta, hogy ő honnan jött. Na és akkor lányok megfürdették, én turkáltam valami ruhát nekik, levágták a körmét, szépen megfésülték, haját megmosták, minden. Ott ült, emlékszem, most is látom magam előtt az asztalnál, velem szemben, hát akkor nagyon kevés gyerek volt még. Ő volt az első, akiről nem tudtuk se apját, se anyát, semmit. Ott ült velem szembe, és néztem, hogy ez ugyanaz a gyerek, mint akit az állomásra az imént hoztak. Tehát egy fürdés, egy felöltözés, az, hogy ember számba veszek, az arca által. Tehát nem az a sonnyogó, mit tudom én, kolduskép volt, hanem egy felnőtt, igazi, szép gyermekarc volt. Igen, ne elítéljük a világot, hanem szeressük egymást is. Az ítélet még senkit nem tett jobbá. Engem nem hiszem, hogy titeket is jobbá lehetne szidni, verni, mit tudom én, ítélettel megváltoztatni.
az ember szeret vele jobbá tenni. Ha valaki ítélkezhetett volna rajtunk, akkor Jézus Krisztus karácsonkor kezdhette volna azzal, hogy milyen disznóságokat követett el az emberiség. Herodestól lefelé a részeges pásztorokig mindenkit elítélhetett volna. De mindenkire rámosolygott, és később is ugye mindenkit segített. Tehát a Szentírásban nincs sehol olyan, hogy valaki jön Jézushoz, és azt mondja, hát te büdös vagy. A leprástól elkezdve, garadai ördöngöstől, Zakeus, az öreg Nikodémus, Jézusnak mindenki jó. Mindenki segít, mindenki a vele való találkozásból több és gazdagabb lesz. Na, nem tudom, sikerült-e meggyőzzelek? Mától fogva nem ítélkezünk. Se egymás felett, se a nevelő felett, se a szakás néni felett, senki felett. Jó? Tanárok felett se. Még ha nem engednek át az érettségét, akkor se. Ki vagyok a hibás? Én nem tanultam eleget, nem? Na hát, aki nem akar mától fogva ítélkezni, csak szeretni, az álljon fel. Na, jól beszéltem, mindenki feláll. Nagyszerű, eladtuk a portékát. Csendesedjünk el, és imádkozzunk az Úrhoz. Jóságos Istenünk, nagyon szeretettel arra kérünk, áld meg Ferenc pápát, püspökeinket, előjáróinkat, hogy a szeretet útján vezessenek bennünket az örök élet felé. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, különös szeretettel imádkozunk az érettségiző fiataljainkért. Nem csak a kovásznaiakért, hanem minden egyes vizsgázó fiatalért. Adj nekünk erőt, türelmet, hogy mindazt, amiről megtanultak, arról tanúságot tegyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozunk mindazokért, akik a tanév folyamán segítettek, tanárokért, jótevőinkért, támogatóinkért, aki egyetlen imát is mondott a gyerekeinkért, az legyen áldott, részesüljön Isten ajándékaiban. Kérünk téged, hallgass meg minket! Kicsikért is imádkozunk, Urunk, akik elkezdték a vakációt, különösképpen a nyolcadikosokért, hogy jól döntsenek életüket tényleg jó irányba, jó szakmára, szívük szerint tovább tudjanak tanulni. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei Atyánk, végezetül imádkozunk azért, hogy adj jó időt, hogy a föld termését az emberek be tudják gyűjteni, hogy mindenkinek bőséges kenyér jusson az asztalára. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozunk halottainkért, számukra örök nyugodalmat kérünk, tőled kijössz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.